A hagyományokhoz hűen idén is katolikus szentmisével kezdődött a megemlékezés Bonyhádon pünköst hétfőn. Az Úristen éltesse, ne haragudjon! 1947 és 49 eleje között több mint 76 ezer felvidéken élő magyar gyereket, felnőttet és időset kényszerítettek arra, hogy házaikat, földjeiket hátrahagyva a Trianon utáni Magyarország területén települjenek le. A Benes dekrétumok magyar áldozatainak fűtetlen marhavagonokban kellett végleg elhagyniuk szülőföldjüket. Rájuk emlékeztek. Nagyon sok ilyen testvér kapcsolat alakult ki. Például a Mórágyiaknak van kapcsolatuk, most már testvér kapcsolatuk féllel. Aztán Alsószelinek Zombával. Kakasnak például Deákival. Tardoskednek Bonyháddal. A Magyarországgyűlés 2012-ben döntött arról, hogy április 12-ét a felvidékről kitelepítettek emléknapjává nyilvánítja. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője most arról beszélt, a kormány 2010 óta rengeteg felújítást és beruházást hajtott végre a külhoni területeken azért, hogy az anyaországhoz való kötődés élményét minél több határon túli gyereknő és férfi tapasztalhassa meg. Közel 1000 óvodát újítottunk fel, illetve ezek közül mintegy 175-öt építettünk, vagy az egész Kárpát-medencében Magyarországgal együtt 3000 templomot, egyházi közösségi teret újítottunk fel, illetve építettünk, ezek közül 1600 határon túl valósult meg. Éves szinten kb. 5000 egyesületet támogatunk. A bonyhádi megemlékezést a felvidéki Alsószeli község hagyományőrzőinek kulturális műsora zárta.